kiélegeződhessünk mindenkivel. A programot 2009-ben hívta életre a Down Egyesület a befogadó nevelés elterjedéséért. A kezdeményezéshez korábban több nagyváros csatlakozott, eddig mintegy 10 000 gyermek vett részt a programban. A Klik tankerületi igazgatója szerint ez remek alkalom arra, hogy Szombathelyen is felszámolhassuk a társadalmi gátlásokat a fogyatékkal élőkkel szemben. Ez az a kör, ahol elsődleges lehetősége is terepe lehet annak, hogy a fiatal generációkat megismertessük azzal, hogy milyen élethelyzetek vannak, hogy megtanítsuk őket, rávezessük őket, hogy aki valamiben hátrányt szenvedett, az nem feltétlenül más ember, csak más lehetőségei és más feltételei vannak. Az Egyesület 2015 márciusában indította útjára a játékot azzal a céllal, hogy a többségi társadalom tagjai megtapasztalhassák, egy Down-szindrómával élő hogyan tud másokkal együtt dolgozni különböző feladat megoldásakor. A kialakított hármas csoportokban a baseball sapkás embereknek nehezített feladatokat kellett megoldaniuk, amiben a többiek segítkeztek. Többek között azt is illusztrálták pillecukor segítségével, milyen nehézségei vannak a szűkebb szájüreggel rendelkező Down-szindrómásoknak a szavak képzésénél. Itt most a pedagógusokkal játsszuk ezt, akik remélhetőleg nagy számban részt fognak venni a programban, és ők is ezzel meg kicsit fogják érezni azt, hogy amikor ott fog ülni az ő padsorukban és egy fogyatékkal élő gyerek egy többségi osztályban, akkor hogyan kommunikálják, hogyan beszélnek, hogyan kérnek számon tőlük. Az Egyesület elnöke hozzátette, ha sikerül az érdeklődést felkelteni a fogyatékkal élők iránt, és kellőképpen nyitottá válik a többségi társadalom, az emberek könnyebben szert tesznek arra a rutinra, amivel kezelni tudják a fogyatékkal élőkkel való kommunikációt és tanulást.